ilyen csekiségét, ilyen kolléga vagy te? Azonnal ő. Én sohasem mennék üdülni a kollégával. Miért hozta magával? Nem én hoztam, ő hozott engem. Tudni, hogy a feleségével kapcsolatot elhúztam. Barátja ős. Az indulásével összevesztek. Na, ne mondja ezt szinten. Pedig elhetni nagyon összevesztek. Árpád tudományos dolgozók. Nem tud megenni a könnyei nélkül. A felesége meg gyűlöli a könnyeket. Árpád a nemélyélet fölöslegességéről elmélkedik a feleségének. Igazán a feleségének. Nekem mondod, Árpád, erről hallani sem akar. Az angol bombák korában is többé szükség a nemélyéletre. Pedig Köszönöm. És te lélek, a
Akkor miért jöttek ide az Isten háta mögé? Szeretetileg nem ide akartunk, hanem a tengerpartra stoppoltunk, de nem állt meg autó. Értem. Mit ér? Hát ott nem állt meg autó. Különben jobb is, ismert meg hazádat. Nálunk is vannak olyan tájak, mint külföldön, de nem igaz. A tyúkoknak azt mondtuk a tantestületbe, hogy a tengerpartra megyünk üdülni, hadd fukkadjanak meg az ügyesek. Gondolja, hogy megfukkadnak? Nézd el majd az üdülés után, hogy kiderülni. Sátorban laknak, konzerveken élnek, de a tengerparton üdülnek. Hát tudja, mit üdüljenek. Én elhatároztam, hogy itt az idegeimnek fogunk rendelkezni. Magának vannak idegei is? Kételkedik az idegeimben. Nem mondtam semmit. Maguk férfiak mindegyformán. Azért jönnek ilyen helyre, elcsábítsák a gyenge lány fejét. Én kérem, ide dolgozni jöttem. A munka nem esik. Igen, a munka nem esik. De nekem nem esik jól. Milyen jól magában. Megértük a másikat. Mondja! Miért nem rohan már le? Miért rohanjam le? Mert még lány vagyok. Azt látom. Köszönjük szépen a dolatit, remélem nem haragszik. Nem, ha a tóra lesz szükségük, a rendelkezésük állok. A rendelkezésük nem. Nekünk elég gyakran van ám szükségünk egy jó kis tollát fogjuk. Tollát fogjuk. Tollát fogják. Akkor mégiscsak meglepetés. Miért gondolja? Ellenőrzés félre.
szentély. Megyek, megkeresem. Nem menjen, kérem. A szegény fiú semmit sem sejt. Hát azt sem tudja, hogy megérkezett. Hát szándékosan nem mondtam meg neki, hogy nagyobb legyen a meglepetés. Hát a meglepetés az nagy lesz, annyi szent. Hányos szoba? 13. Eresztem. Nem menjen, kérem. Hogy itt mi lesz? Maga, ne tudod ennyi élet feleslegességről Ábrám Rögzi. Dolgok itt hangi. Hogy is szokták figyelmeztetni az időjövet, nagyon nagy veszély készülődik? Nem értem. Micsoda beszélő beszél? Nincs most időm megmagyarázni. Hova megy, ne menjen. Hát műtötem az emberbe. Nincs is csak igazat, hogy megfigyelődik. Jó napot. Jó napot. És Szabó ura? Szabó ura. Melyik Szabó ura? Sok Szabó ura az országban. A hányi darmik, amit Szabónak hívják, az már is 70 éves. Szabó Béla. Minden idegszálom szinte ficám. Ezt a sírni fog a karjaimban. Sírni? Miért sírnék? Nem tudom, mit szokták mondani. Én röhögni fog. Igazán. Hová lett a kollégám? Tényleg. Hová lett átik? Hol van ez a szem? És az esőkabátomat is elvittem magam. Hiszen nem is esik az eső. Hová vihette az esőkabátomat? Hát ez azért mégiscsak több vasoknál. Ilyen felelőtlenség, aztán így bízza meg az ember a főnökében. Oda nézze. Az esőkabátom egy idegen nő. Biztos, hogy a magja esőkabát. Biztos, megismerem. Hát ez azért mégiscsak több a soknál, hogy így szó nélkül magára. Várjon, várjon, majd én ezt megemlegeti magának ez a nő. Ölök le. Pardon, madám! Franciska! Fritziki! Nem csosztál a meglepetni is. Mi az, már meg sem csókol. Látod, majdnem elfelejtettem. A férfiak világszerte élvezik az érzést, amit a Gillette jelent. Ne! Gillette! Férfiasan tökéletes! Mert csak a Gillette készít olyan tortát, mint a Contour Plus. Gillette! Férfiasan tökéletes! A Gillette Contour Plus megkorinttal olcsó. Mi az maga csókolózik ezzel az idegen nővel, ahelyett, hogy elvenni az esőkabátomat? Ki ez a nő? Nem tudom, Egi? Egi. Ja, ez lesz, nem ismer. Vagy hogy nem ismer.
készítenek maga azok a főnök úr, amiért el akart előni titkolni. Én eltitkolni? Azt hittem, hogy Cici akar eltitkolni. Ja, most már tökéletesen néztem, hogy én milyen buta vagyok. Ne beszélj hülyeségeket! Azért itt sem volt szép, hogy pont előttünk akarta eltitkolni. Eltitkolni? Az én feleségem most ebben a helyzetben felnyásolt volna. Ne játssz ezt a komédiát, főnök úr, hát minden zsák egyszer megtalálja a foltját. Én a maga helyében nem mehetnék a kultúr, kedves. Tehát, ízlés dolga. Már késő. Mi késő? Nem tudom, de Frici mondta, hogy késő. Mit kell most mondanod? Nem tudom. Íme, engedjék meg, hogy beutassam a feleségemet. Én a feleségemet? Hiszen a feleségemet. Tehát tovább titkolózni. Mindent tudunk, főnök úr. Ezt sejtettem. Valami megoldást kell találni.
belőled, ha régebben ismerik ezt. Talán zavarnok, sofőr vagyok. Pilóta! Tárgyakat adunk vágyaidnak. Gépkocsi vezető. Igen, mi lehetett volna már belőled, hogyha régebben ismerjük egymást? Tudom, miért engem választottál, és miért nem a pater? Szégyen magad. Tiéd az utolsó szó. Nem is tudom, hogy miért szeretlek annyira. Ez borzasztó. Legjobb lesz elbújsz valahová. Hová bújja? Minden, csak minél messzebb ettől a kukába.
Dr. Kötő József színháztörténész Kolozsvárról. Köszönöm szépen!
megvenni a könyveidétől a feleségemek? Gyűlöli a könyveket, általában nem élet fölösleges égülő lelményeket a feleségemek? Igaza van a feleségének? Nekem mondod, általában erről hallani sem akar. Az atombombák korában is többé szükség a nem életre. Ez így nem ilyetetlen. Pedig elvihet, hogy ezzel vesztek össze. Én is összevesztem volna vele. Lehet, hogy választottam én. Nem is csodálkozom. Én sem. És mivel általában egy tudató intézetben dolgozom. Nem maga is a nem élet fölöslegességével foglalkozom. Nem! Én vagyok a kutató gépkocsi vezetője. Ezért ajánlottam fel nekem a beutat. Értem. De neki így sem kellett volna eljönnie. Ha nem jönne, kicserült volna magával szobát. Ez igaz, de kitobban. Óriási nagy lelkűség. Most bántódik szegény? Nem azért van a dolgozó, üdülni, hogy bántódik. Eszem a csőröcs két írmácska. Na, nem is. Két vágyozó szív találkozik. Egy órával ezelőtt még azt sem tudják egymásról, hogy élek, aztán jön a nap pillanat és kés kuszpa. Nincs semmi utalma. Mindkettő tudják, mit akarnak. Már itt is vagyok, Balázs, nem szólom, János, hogy tötetem. Van második is. Az már átjárt. Thank you.
intézd megmagyarázni. Vissza! Hova megy? Ne menjen! Hát, mit tett ebbe az emberbe? Mégiscsak kifaz ez a nőkülönő. Jó napot! Jó napot! Ismeri Szabó urat? Szabó urat? Melyik Szabóka volna az országban? A házi Dalitati Szabónak hívják, Katmájra is 70 éves. Szabó Béla. Szabóka Dali. Biztos, megismerem. Hát ez azért mégiscsak több vasoknál, hogy itt szó nélkül magára.
igen, a knór megél. Igazán éhes vagy. A kávé kompletta nélkül olyan, mint a dallas Bobby nélkül. Bob, az első farkas, aki sütni is tud. Mit kell most mondanom? Nem tudom. Íme. Engedjék meg, hogy
tartom a feleségemet. Én a feleségemet? Kár a tovább titkolódni. Mindent tudunk főnök úr. Sejtettem. Valami megoldást kell találni. Mert jó, elfigyelni, csak elsétálok a sétányokon.
még nem utasított vissza, férfi, és nem is fog. Azért jöttem ide, hogy valaki boldogtál. Istenem, ki lesz az a boldogtál? Soha se mondom, hogy túl vagy már mindenek. Soha se mondom, hogy tovább már nincs nekem. Fölveszem az estélyt, lemegyünk a bárba. Soha se mondom, fanci a testkőtiszt. Kéz a kézben összesít, test közel. Érzem, hogy gyorsulni kezd a szívverése. A feszültség csúcsán vagy, édes, könyörögni fog. Könyörgöm, hagyjon be ezzel. Már is könyörög. Könyörgöm, ne csinálj itt botrán. Az az érzésem, hogy maga mégiscsak a padon fog adni. Várjon. A feszültség csúcsa, ugye? Soha se Csak volt férfi is nálunk. Ja, Mihály! Maga meg a
mádám a lényegre, hol a felesége? Szabad azt a néptelen levelet. Mi a lehetséges? Olvassa! Uram, ha nem akarja, hogy a felesége egy idegen férfi karmai közt kínlódjon, hagyja a munkáját, és azonnal utazzon utána. Különben felszarvazta magát egy... jó akarója. Mi szarvazta fel? Egy jó akarója? Ha talál megvalóta, keresse a jó akarója!
megmenteni a feleségét, engedje meg, hogy kifejezem a csodálatomat önére. Miért nem zárta be az ajtót? Le kell zárni, ezt nem tudtam! Remélem, most már neked szenteled az éjszaka hátra levő részét. Lehet aludni, még kell a készültségnek. Azt mondjam, engedem, hogy a saját szobámba kiköltöttek ide. Fél? Úgy remeg, mint egy megsárgult nyárfa levél. Maga kis hős. Ha nem lenne az utolsféle, és lenne magában egy kis fantázia, és megoldhatta volna a dolgot. Gondolkodás nélkül
mindennek vége, minden megoldódott. Magunkat azért megnéztük, én nevetem kár előtt, lelövjék is ki.